Parkolóautóktól zsúfolt Tamásiban a Kossuth Lajos tér. A város képviselő testülete ezen a helyzeten változtatna most. Mindezt úgy, hogy a megállóhelyek száma és a zöld terület mértéke ne csökkenjen. A koncepció elkészült, a tervezéshez szükséges pénz meg is van a költségvetésben, a kivitelezéshez viszont még hiányzik a forrás. A Kossuth tér rendkívül fontos a tamásiaknak, hisz a város történelmi főtere. Utoljára a 90-es évek végén került felújításra, legalábbis részben, akkor elkészült a Vürciskola fele menő sétány, illetve a gesztenyés sor alakult át részben parkolóvá. Most sokkal komplexebb felújításban gondolkodunk. Megváltozott a világ, megnőtt az autóforgalom. Ugye a Vürciskola két régi tamási iskola egyesülésével jött létre, tehát jóval több gyerek vonul át naponta reggel és délutánonként ezen a téren. Az átalakítást a gyalogos forgalom biztonságossá tétele mellett a városháza felújítása is indokolja, ugyanis az elkészült tervek szerint a polgármesteri hivatal homlokzata is változik majd az épület felújításakor.